Mert mintha parancs sem történt volna, országszerte
életet kivágták, a nemzeti szívból, a gyűlölt, soha el nem fogadott, a szovjet népvárat készült. És ahogy 1848-ban is volt, megfogalmazott hitét, az ifjúság közé akarta tenni. Ábrétezzük! Petőfék, a ma nevezetes napon lefoglalták a Lanterány nyomda együttését. Ekkor vett a kezdetét, így ülnek szavainamán az akkori Béretelen falaton. Október 23-án még volt rá remény, hogy ezúttal is hasonlóképpen történjen. Thank you.
Attól, akiben a tudat van, sem a dolog majd válaszunk. Attól, akiben a gazdagodás, a rácsolás elhagyunk. Attól, akinek a történelem adat harmad semmi más, adat harmad semmi más, semmi más. Thank you.
nekiknek feljebb puskáit van. Akiknek a szovjet tankok rájárják el, mellettünk géppisztolyos katonák. Járok előtt el van tele az egész Rákóczi út, de valami olyan kifejezés az arcokon, hogy nem, ennek még nincs vége. A hősök terén mosolyognak kell, nem áll többé szobor a csizmában, mások pedig borzongni. Kénezett arcú halottak, apró csokrokkal a mellükön, a járnak. Földében sinek, röplapok, szorongás, az iskola padlásán fölfedezett gyerekek. És mikor kilépünk az átjáróház Rákóczi út felüli kapuján, hihetetlen két álló a szemünk elé. Az Asztoria szálló előtt álló orosz tankokon, nemzeti színű zászlók lobognak. Láncszalvasok, hátukon újongó fiatalokkal indulnak az országház elé. Isten, áld meg a magyar! Jó kedve, bősége! Nyújts felé a védőkartha! És ebben a pillanatban fegyverek robogása hangzott fel. Lenni mutatkozott. És a világ újságainak címoldalán a magyar forradalomról írtak mindenfelé. Egy bátor nép új irányt adott a történelem mellettének. Végre, október 30-ára főszünetben a szovjet csapatok megvertámadták el az Lavok indultak, pártok szerveződtek, és rendben. Úgy látszott, november 5-én kinyitőn, román takarítással és újjáépítéssel indult a végés munka a szabad és semleges Magyarországon. Nem így lett, ahogy ez a hírekből is kitűnt. Bonyolódjunk november 4-én! 6 óra 15 perckor a szovjet csapatok megkezdték az ország területén a hatalom visszaállításával kapcsolatos hadműveleteket. Elfoglalták a felkelők olyan vidéki támaszpontjait, mint Győr, Miskolc, Gyöngyös, valamint Debrecen. Budapesten a felkelőknek egyetlen jelentős ellenállási gond maradt fenn a Corvin Filmszínház közelében. A támpontot védők ultimátumot kaptak, hagyják meg magukat. Ezt elutasították, hogy az orosz csapatok elindították az orosz csapatot. A tankok előtt, csak a jó Isten adja előtt. Ez a kisfiú, aki voltam, nem tudom én, mintha bűvályos varázslat.
A fiú a fejfán, körülbelül 16 éves. A deszkakoborsom az a szó, hogy magyar, és rajta a mécses. Az ifjú lányok kimondott hallja a frekves sorban, hogy volt, aki a saját fiát tanicskán vitte haza, voltam. Egy ilyen kibontott a zászlóval támad a harcosira, s hogy a parancsot üzelő oroszlatona sohasem megy haza. És a többi, a 200 000, s ahogyan átlépi a határt, még a halálra ítélt ide haza, mind végig Amerikára várt. Nekik minden is most, hogy újra együtt vagyunk, az a szemzetsz. Bár háborúnak most is a világra, és ülésezik az ENSZ, csak így leszünk ugyanaz az ország, hogyha velünk marad a legutolsó kép is. Talán így volt értelme az egésznek, s könnyebb lesz a magyarnak megmaradni mi is. Mi elmúlt egy év a mennyel.
Köszönjük szépen!